Befejeződött a Dunaszerdai Kórház és Rendelőintézet új fogadócsarnokának revitalizációja. Felújították és kibővítették a fogadóteret, úgy szintén a rendelőintézeti szárnyba vezető folyosót. A tágas, áttekinthető üregezett térben, továbbá a folyosó két oldalán új létesítmények is helyet kaptak, mint az új kórházi büfé, látszerész szaküzlet, egészségbiztosító képviseleti iroda és a látványpékség. A betegellátás magasabb szintjét az új ortopédiai szakrendelő reprezentálja. A közel 200 ezer euró értékű új fejlesztési beruházást július 19-én csütörtökön avatták fel ünnepélyes keretek között. Dunaszerdahely városa az állomási parkban tervezi felállítani az első és második világháború hősi katona halottjainak emlékművét. A látványtervet Lebo Ferenc szobrászművész készítette el. Több mint 200 ollétejed is sikabonyi és dunaszerdahelyi katona halott neve kerülhet fel az emlékműre. A városi hivatal felhívására 2016-tól folyik a háborúkban elesett katonák neveinek gyűjtése. Az elképzelést megtárgyalta a képviselőtestület építészeti, valamint kulturális bizottsága, támogatva az emlékmű gondolatát. Az utóbbi bizottság indítványára a két bizottság még a nyáron együttes ülésen tűzi ismételten napirendre a dolgot azzal, hogy javaslatot tegyenek a további lépésekre. A Dunaszerdahelyi Városi Szabadidőközpont a vakáció alatt július elejétől augusztus végéig összesen 5 nyári gyermektábort szervez. 3 táborban egyenként 15-15 résztvevővel, az óvodások focitáborába 21 gyereket várnak. A napokban tartott kalandtábor a Szabadidőközpont udvarán kezdődött el. A fő attrakció a gumivár volt, de az agyagozás is érdekes időtöltésnek bizonyult. Ez alatt a szomszédos Szmetana Ligeti Alapiskola nyári táborában kézműves foglalkozások voltak. A Szabadidőközpont kalandtábora több külső helyszínen folytatódik, többek között strandolással, a vízierőmű, a Malkia Park és a Vovoland meglátogatásával.